Sziasztok! Itt vagyunk a Pasaréti Nyersvegán Gurmé Élményvacsorán, és a Kovács Gyuri is egy vendégnek, amit ezúton is köszönök. Én köszönöm, hogy meghívtatok. Fantasztikusan éreztem magam. Azon túl, hogy nagyon jó volt a társaság. Az étel íze, az... Tehát, hogyha én kikapcsolom az agyamat, és nem figyelek arra, hogy ezek nyersvegán ételek, meg nem mondtam volna. Én borzasztó rosszul eszem, én imádom a húst, imádom a tésztapéléket, mindent agyon sütve, és figyelj, ízélményben semmi különbség nem volt, mégis azt érzem, hogy nagyon jól laktam, és nem vagyok nehéz, nem teltem el, sőt, tele vagyok energiával, pedig most már este 10 óra van. Na, ennek nagyon örülök, mi ízlett a legjobban? Nehéz így egyet kiemelni, mert ugye volt előétel, leves, főétel, desszert, de amit én mondjuk szívesen megcsinálnék otthon, az alternatív tejberizs. Az a gyümölcsös tejberizs. Gyümölcsös tejberizs, amit mi volt az alapja? Cukkini? Cukkini. Hihetetlen, cukkini finom. Ja, azt a receptet még szeretném. Jó, van egy jó hírem, nem sokára megjelenő receptes füzetemben, az a recept is benne lesz. Azt kérem szépen. Jó, hát akkor meg is van. Te leszel az első között, akik köszönöm szépen. Dedikálhatom is esetleg, ha igyelek. Légy szíves, szeretnélek hát megkérdezni. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt máskor is. És majd egyszer szerintem majd valami közös alkotás is lehet. Mindenképpen. Jó, akkor majd arról is értesülni fogtok. Sziasztok! Sziasztok!